Két fős társas játékok, hihetetlen izgalmas téma, és korábban készítettünk már róla tartalmakat. Az egyik videóban, ami ma négy éve készült. Igen, négy éve készült, abban csak kette játszható játékokat ajánlottunk nektek, és aztán csináltunk még egyet két év múlva, amiben meg olyan játékokról meséltünk, amiket mi nagyon szeretünk, és uh -huh. akár többen is játszható, de szerintünk ketten a legjobb. Ezért elhatároztuk, hogy készítünk ennek egy folytatást, ugyanis a társas játékos világban nagyon sok csak kettő játszható játék készül, és nagyon könnyű volt össze összegyűjtenünk egy jó csokorra valót, hogy bemutathassuk nektek. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok. Én pedig Réka. És ez itt a Mit játszunk vlog. Úgyhogy ez most ismét egy olyan videó lesz, amiben a csak ketten játszható kedvenceinket mutatjuk be nektek, és hát az éles kiszúrhatták, hogy nem a társas fal van mögöttünk. Most nem. Mert hogy eljöttünk leányfalura pihenni, a Glass Nest View egy csodálatos faházikó, itt fent a hegyen, egy csodálatos kilátással, és ezen a kis helyen pihenünk most, ketten Zolival, itt vesszük fel nektek ezt a részt, és mesélünk arról, hogy szerintünk mi olyan két fős játék van, amit nagy szeretettel ajánlanánk nektek. Nekünk nagyon fontos a házasságunkban, hogy alkalmanként így elvonulunk pihenni picit, és ilyenkor mindig hozunk magunkkal a játékokat is. Indokolt volt, hogy ezen a helyszínen a kétfős játékokról beszéljünk, mert általában a kétfős játékokra jellemző, hogy ezek kompaktak, szerény eszközkészlettel működnek, egy-két üdítő kivételt leszámítva, ezek pici társasjátékok, játékok, és nagyon várjuk, hogy bemutassuk a mostani kedvenceinket. Nagyon fontos, hogy figyelembe vettük az előző két listát, ezért tudatosan nem említünk olyat, ami az előzőkön szerepel, úgyhogy nyugodtan nézzük meg azokat, a linkek oda lesznek. Kezdjük a kétfős absztrakt játékok konkrét műfajával. Mi most a Yinch-et hoztuk el számunkra, ez bizonyos szempontból a csodálatos műfajnak a csúcsa. Erre jellemző, hogy teljes mértékben nyílt, egyetlen dologgal nem tudok számolni, hogy mi van a másik játékos fejében. Minden információ a birtokomban van, amire szükségem lehet, hogy, hogy stratégiát tudjak felépíteni. Minden számolható, és a nagyon letisztult, egyszerű, de történetet nem tartalmazó műfaj. Érdekes, hogy annak ellenére, hogy nagyon szeretjük a történeteket, amikor ketten játszunk, nem mindig van erre igényünk, inkább nagyobb társaságban. Mm. És a nincs számomra azért is nagyon kedves, mert behozza azokat a sakkos élményeket, amiben nagyon sokáig részem volt gyerekkoromban, és közben meg egy nagyon modern hatású, nagyon letisztult, nagyon szuper játék, úgyhogy mm. ez általában velünk utazik, nem is mindig a saját dobozában, hanem van benne egy kis zacskó, amiben az alkatrészeket tároljuk, és általában azzal és a táblával együtt is csak berakjuk egy hátizsákba és visszük magunkkal. Szoktunk élni az praktikus lehetőséggel, hogy ebben a társasjáték dobozban több más kisebb is utazik. Úgyhogy nagyon sok fantasztikus találmány, meg ilyen praktika volt, amit játszunk csoportban, nagyon tetszik, amikor egy nagyobb dobozba több pici utazik, és nincs nálunk másképpen nincs esetében sem. Ez alapvetően egy verseny típusú játék, furcsa hangozhat, de a játékosok gyűrűkkel dolgoznak, és az a játékos nyeri meg a játékot, aki a harmadik gyűrűt is le tudta venni. Van egy számomra kedvenc mechanizmus, az a Catch the Leader, amikor segíti a játék a hátul lévőt, és ez nagyon szerves ennek a játéknak, ugyanis amikor a játékos a győzelme felé halad, akkor gyengíti saját magát. Ez egy gyönyörű, szépen egyensúlyban tartó élmény a Jinx című játéknak. Hogyha esetleg van lehetőségetek kipróbálni ezt a ritkán fel lehető társasjátékot, mindenképpen javasoljuk. A következő játék a listánkon a képer, uh -huh. amit Zoli tőlem kapott ajándékba, és ezért Igen. különleges helyen van a szívünkben, egy ketten játszható Swindler játék. Igen, ebben a játékban a játékosok csapatot verboválnak, hogy három helyszínről lopjanak műtárgyakat, képeket, és picit szívassák a másik csapatot. Igen, egymástól. Is. Itt, hát ez nagyon nem kooperatív. Itt egy csomószor van ráhatásom arra, hogy gyengítem a másik csapatot, de azok az illusztrációk, azok az elképesztő rosszharcú figurák, illetve hozzájuk csatoható tárgyak lenyűgözőek. Alapvetően ez egy draft játék. Fordulóra, fordulóra, először a csapattagokat, aztán eszközöket, aztán megint csapattagot, megint eszközt, szépen válogatunk le, és figyelembe vesszük, hogy mit adok át a másiknak, ugyanis egy közös kiosztott készletből dolgozunk. Nekem nagyon tetszik rögtön ebben a játékban, hogy van. Van három helyszínünk, nehezedő helyszínek. Ritkán megyünk Párizon kívülre, mert nagyon szórakoztató az, hogy rengeteg műkincs lehetőségünk van. Úgyhogy ez kifejezetten egy csibész játék, amely nem csak a közös helyszínre, hanem egy picit a játékos társadra is irányul. Tündéri felnőtt móka. <laughs> Lássunk most egy nagyon picike darabot, ami tényleg rendkívül gyakran van a táskánkban nálunk, ugyanis nagyon gyorsan lejátszható, gyakorlatilag 15 perc alatt lemegy egy parti, és ugye kettő főre van optimalizálva, és ez a Mr. Jack Puckett. A Mr. Jack Puckett, ez a nagy Mr. Jack című játéknak a cippelt, a kompakt pici változata, az ízét nagyon szépen sikerült átadni. Jó, nyilván nem várható el, hogy a paket változatban minden benne legyen, ami a nagy játékban. Nem is, a, is kell. A Mr. Jack arról szól, hogy az egyik játékos has, Jack, a másik játékos pedig a nyomozó és megpróbálja kideríteni a nyomozó, hogy kicsoda Mr. Jack, és ennek megfelelően alakítja a teret, és bizonyos időközönként megkérdezi, hogy látható vagy, vagy éppen nem vagy látható, és ennek megfelelően szűkíti azt a bizonyos kört. Én jobban szeretem a pakétben azt, hogy nagyon kompakt, és szerintem ebben a Mr. Jack univerzumban nagyjából ennyi van. Bruno Katala játékait egyébként is nagyon szeretjük, és a Mr. Jacknek gyakorlatilag már ilyen hagyománya van, nagyon-nagyon szeretik a játékosok. Uh -huh. A pakitot viszont általában nem nagyon szokták ismerni, mert mindenki csak a Mr. Jack Londonnal játszik, illetve a, a ami, többi. Ez nagyon jó ami egy fantasztikus dolog, de ő, nekünk az is megvan, viszont az utazásokra, meg általában, hogyha ketten játszunk, akkor a pakitot vesszük elő, szóval nálunk mindkettő elfér a polc. Úgyhogy most nálunk ez a pici változat van, de bármik Mr. találkoztok, bravúros nyomozós kétfős. Amikor elkezdtünk társas játékozni, az egyik első játékunk volt a Battle Line című kártyajáték. Amivel nagyon sokat játszottunk, és annak ellenére, hogy én tökéletesen sikertelen voltam abban a játékban, oh, azt igen. éreztem, hogy fejlődni szeretnék benne, mert Zoli mindig mm. elvert, és úgy gondoltam, hogy mm, jó, akkor vegyük elő újra és újra, és szegénynek ma az agyára mentem, mert mindig Battle Line-t akartam játszani. És valahogy ahogy fejlődtem abban a játékban, és egyre jobban megértettem, hogy miért zseniális az maga egyszerűségében, úgy ö, tette be magát a polcunkra, és egyre többször előkerült. És szerencsére kiadták ezt a régi ö, Battle Line-t egy sötten-totten verzióban, a Jelló kiadásában. Igen, az eredeti GMT-s kiadást aránytalanul drágának Igen. éreztük, és üdvözítettük, hogy jóval olcsóbban, sokkal szerényebb eszközkészletel és költségvetéssel érkezett meg a Jelló gondozásában egy kisebb dobozos változat. Ebben a játékban a játékosok pozíciókat próbálnak meg. Elhapolni a másik elől, vagy hármat egymás mellett, és akkor azonnal győztem, vagy esetleg összesen a többséget, azaz kilencből ötöt. A pókerből ismerős motivumokat próbálom meg egymáshoz illeszgetni, és ez alapján pozíciókat szerezni. De nem is csak az első rész, hanem a folytatását is meg szeretnénk említeni, ugyanis folytatást kapott soften, totten kettő címmel. Ha lehet, akkor ez még nehezebb, még trükkösebb. Alapból ebben sem könnyű nyerni. Amilyen kicsi, olyan okos játékról van szó, de a második része az kifejezetten Hát ilyen agyibbasztó. Igen, tudom, ugyanis az érdekessége, hogy ez egy nagyon szimmetrikus játék, ez viszont ezt a szimmetriát bontja, az Igen. szimmetrikus lesz. Lesz egy támadó és lesz egy védekező. Um, szerintem egy picit nyakatekertebb, hogy érdekel benneteket az a világi mindenképpen az első részsel kezdeném, és hogyha szerelmesé lettetek, amit egyébként egyáltalán nem csodálnék, Igen. akkor tudjátok folytatni a második részsel. Nagyon jó kis játékokról van szó. Bevet formula a játékos világban, hogy készül egy nagy játék, és annak készül egy csak kette játszható változata. Egy korábbi videóban beszéltünk, a hét csoda párbajról, a hét csoda párbaj, hét csoda játéknak a kétfős változata, és érdekes, hogy a King is készült egy kétfős változat, dacára annak, hogy az alapjáték is brilliánsan működik ketten, ami meg lett a másik <laughs> kétfős videóban. Igen, igen, a, a, duel azért jó szerintem, mert ö, amennyire abstrakt játék, ugye nyilván csak a kockán lévő formákat próbáljuk egymáshoz dominózni, én nagyon uh -huh. féltem, amikor hozzánk került, hogy elveszik a King Dominónak az a hát annak sincs sok témája, de ott mégis azért épül előttünk egy kis birodalom, úgy látom a szántóföldet, meg ilyen aranyos grafikája van, és féltem, hogy ezzel az írogatós, meg nagyon fekete-fehér arculattal számomra ez el fog veszni. És szerencsés módon nem így történt, bár áthelyeződött bennem, inkább a, a Roland Wright polcon belül azokhoz a játékokhoz teszem, ahol egyáltalán nem érdekel a téma, viszont az ügyes kombózásban nagyon sokat tudtam fejlődni a King Domino duel által, ugyanis ö, az, hogy... Nem elég azon gondolkoznom, hogy merre és hogyan terjedek ki a kockákon látható kis pajzsok segítségével, hanem ugye különleges képességeket is el lehet nyerni, ha elég gyors az ember. És azokkal való összekombózásban szerintem egy egészen. Különlegesen mély élményt tud adni, uh -huh. annak ellenére, hogy nyilván azért csak egy Roland Wright játékról van szó, tehát nem egy egészt is valami, de fillerként és ráadásul két fős játékként én nagyon szeretem. Én nagyon szeretem ebben a játékban, amikor megpróbálok stratégiai döntéseket hozni ebben a taktikai erdőben, és pontokon, jó, én most akkor elhatároztam, hogy ezt most erre felé építem, Igen. és egy random kockadobásnak köszönhetően újra gondolom, újra tervezek, de mert van egy jobb. Alapvetően ez egy utalmazó természetű játék, győzelmi pontod egészen biztosan lesz, gazdagon hinti a lehetőség és megvan benne az a gyönyörű, szép, kedves családi báj, ami a Bruno Katala játékokat jellemzi. Nagyon szeretjük. Párizs. Friss megjelenésű játékról van szó, ami nem olyan régen került bele a szívünk közepébe. Bármi már próbáltuk az angol verzióját is a magyar megjelenés előtt, és akkor is sejtettem, hogy lesz itt valami beszerzési inger bennünk, amikor megjelenik majd a Párizs. Um, itt is egy valójában abstrakt játékról van szó. Igen. Párizsos a témája, nagyon szépen van kivitelezve, nekem külön szívügyem, hogy a dobozon belül lehet játszani, tehát a Hangulatos dobozban külön. játszuk. Viszont nem érzem magam Párizsban, a játék közben cserébe folyamatosan dolgoztatom az agytekervényeimet. Egy 30 perces játékban Maximum. ilyen mély döntéseket hozni. Hát, nagyon ritkán szoktunk. Nagyon sok motivum ebben a játékban, amit én kifejezetten szeretek. A közös tér építése csodálatos. Igen. Nagyon szeretem, hogy vállalást teszek azzal, hogy a következő fordulóra valamely polióminó vagy tetris alakzatot veszek el. Egy közös térben próbálunk meg többséget szerezni, egészen pontosan győzelmi pontokat általában a többi játékos kárára, vagy a másik játékos kárára ez a játék szerintem azért tud nagyon gonoszkodós lenni. Egy csomószor lépek olyat, hogy nekem nem feltétlenül jó, de a másik elől elveszek. Úgyhogy szerintem a mimóza lelkűek, akik távolságot tartanak attól az élménytől, hogy elvehetnek tőlem, magázódjanak ezzel a játékkal. Tehát én sem vagyok mindig úgy, bármikor játszanék egy jó pár is, nagyon szeretem, minden alkalommal élmény, viszont kihúzom magam a játék közben, mert felkészülök arra, hogy bizony hogy lehetnek csipkelődős helyzetek. Fények városa ide vagy oda. Beavatunk titeket, nekem a videókészítése vagy előkészülete is során nekem nagyon jó esett elengednem ezt a konvenciót, ok. hogy hogy befeszítsük magunkat a 7 vagy 13 vagy valamilyen listába. Úgyhogy mivel mi nagyon lazítani vagyunk itt is, nagyon kikapcsolódni, és nagyon sok minden segíti ezt, ezért ez a lista is picit olyan lazább, szabadabb és, és sokkal önazonosabb ebből a szempontból. Jöjjjön. Most több játék lesz, mint 7. Gondol, Mert... Gondoljuk nem bánjátok. Igen. <laughs> Jó, folytassuk a Mandala című játékkal. Ennek érdekes karrierje van számunkra. Mm, nekünk még a magyar kérdés előtt volt és képzétek el, hogy teljesen természetes a társasjátékos létnek, hogy benézzünk egy szabályt van ez a játékos a körében, a saját oldalára lerakhat egy kártyát, és mi úgy játszottuk, hogy csak egyet rakhat le, egyébként lerakhat többet is, és belehezítettük meg. Meglehetősen taktikai játék, egy picit más ízű volt úgy a játék, és van az az élmény, amikor újra tanulsz egy Igen. játékot, akkor egy picit újra felfedezed. Nos, nekünk ez volt a Mandala című játék. Teljesen, ugye újra tanultuk, hogy nehogy valamit megint benézzünk ezzel kapcsolatban, és az én szívemben más helyre is került a játék, valahogy még mélyebben megismertem, még jobban megszerettem. Elég sokszor szoktuk elvinni magunkkal, hogyha megyünk akár valahova ebédelni, vagy el, elutazunk valahova, mert hogy kicsi helyen elfér, és ugye van benne egy plémet, ami hát egy ilyen picikis terítő. Gyakorlatilag nem lenne kötelező a játékhoz, mert ezt igazából csak egy kártyapakli. Mégis nekem olyan jó hangulatot teremt. Én alapból a mandalákat nagyon szeretem. Ö, és ennek az egész játéknak a, az a minimális világa, ami van, az nekem azért ne? átjön, és ilyen békés hangulatot ö, áraszt. Tudom, hogy Zoli, te inkább konfliktusdúsnak tartod ezt a játékot, de én valahogy mindig azt érzem, hogy annak ellenére, hogy ö, valaki elvisz egy hegyet, és kicsit előnybe kerül, nem a másik legyőzéséről, vagy kiütéséről szól nyilván, hanem van benne egy ilyen szép tánca, ahogy te szoktál fogalmazni, uh -huh. hogy hogyan találod meg az egyensúlyt a saját kártyapontjaidban, és hogy gyűjtesz minél gy nagyon fontos, ugyanis egy csomószor egyetlen kártyával megéri pusztán jelen lenni. Jó, nem, nem én vagyok többségben, ez egy többségszerzős játék, melyben a mandala hegy közepén lévő kártyákat próbáljuk meggyűjtögetni, de tökéletes kétfős, nagyon jó érzés, hogy 20 percben egy csomó izgalmas taktikai döntést hozok, helyezkedek, gyűjtögetek színeket, és a játék előrehaladtával alakul, hogy kinek melyik szín lesz értékes, melyiket hagyjam a másiknak. Rögtön kapok vakon kettőt, amit nem lát a másik, hogy ez miként hozom helyzetbe. Könnyű tanítani ezt az egyébként számomra 100%-ban absztrakt játékot, melynek valami kis téma, csírája, szerűsége van, de hogy világban nincs, az biztos. De nem is kell neki. A targi öreg motoros nálunk. Igen. Jó pár éve fent van a polcunkon, és euh, hát újra és újra előkerül, annak ellenére, hogy egyébként nekünk eredetileg németül volt meg. Igen. És aztán jelent meg ja, angolul, magyarul sajnos nem kapott megjelenést. Nem. És még a német verziónál emlékszem, hogy kézzel írogattam magyarul át a, a kártyáknak. A, tehát mi beletettünk ilyen kis cetlit a kártyavédőbe, hogy értsük, mert nem beszélünk egy szót se németül, de így lefordítottuk Google fordítóval, meg nem tudom, hogy hogy értsük a kártyákat, mert egy nyelvfüggő van szó egyébként. <hih> Öm, nagyon érdekesnek tartom, és nagyon azt szeretem. A mechanizmus az, hogy munkás lehelyezünk, van egy négyzetrácsban kipakolt kártya a rendszer, és megpróbálunk erőforrásokat gyűjtögetni, hogy aztán meg kunyhókat, meg mindenféle dolgokat építgessünk. Izgalmas, hogy minden játékosnak három munkása van, felváltva lepakoljuk a peremre, és ezen munkások keresztmetszetén lévő kártyát, vagy az azon lévő dolgot is megkapjuk és elképesztően izgalmas. Folyamatosan az volt az érzésem játék közben, hogy ő, hogy vajon, többen hogy lehet játszani. Nem, ez két hős, és egy nagy szabású két fős. Azt mondja a doboz, hogy 60 perc, ritkán megyünk 60 perc környékén, úgyhogy tudjuk a szabályokat, hogy pikpak szépen lemegy. Most már szerintem kompaktabb játékokat keres a társasjátékos ipar, tehát érződik rajta a kor. Elképzelhető, hogyha valamikor kipróbál majd a target, olyan hosszúnak, olyan, olyan terjengősnek érzi majd. Én szeretem a döntéseit, nagyon szeretem azt, hogy minden, amit játék elején, hogy eltervezgetek, az előbb-utóbb le tud kerekedni, be tud fejeződni. Nagyon szeretem, amikor jön a rabló, akkor az a számoljak kell, az a kalkulálnom kell, szépen szetteket gyűjtögetek, vagy ugyanolyanokat, vagy különbözőeket. Mm. Nagyon szépen gyűjtögetem a különleges képességeket, úgyhogy ebben a pici dobozban szerintem nagy játékre élik, dacán annak, hogy Tulajdonképpen ez egy kártyajáték. Beszéljünk egy kicsit a kooperatív játékokról. Ugye de azt igen. többen tudjátok rólunk, hogy mi nagyon azt szeretjük magát a kooperatív műfajt, de nem mindig igényeljük ketten játszani, mert hogy nekünk az egész életünk kooperatív. Igen. És ezért a ketten a bűvös rengetegben bennem eleinte félelmet okozott, hogy én ezt unni fogom ezt a játékot. Aztán kiderült, hogy ez nem így van. Ez egy Kedves. kettő főre optimalizált, olyan kooperatív kártyajáték, amiben ütés-vivés van, de közösen kell összehoznunk egy bizonyos eredményt. Szóval nagyon érdekes. Igen, középen próbálunk tartani egy jelölőt, és a gyűjtögetünk maximum három fordalon keresztül. A játékosok célja, hogy az jelölő az ne fusson ki az erdőből. Ez nem is olyan könnyű egyébként, de, mint amilyennek hangzik először. A, az ütésvívős mechanizmus számomra az egyik legkonfliktus dúsabb, és amikor készítettem elő egy mechanizmus, mechanizmusos videót, melyben részletesen kitérek, hogy milyen fantasztikus megfejtései vannak az ütésvivésnek. ez egy modern találmány, hogy működjön kooperatívan, hogy közös eredményünk legyen, hogy kiviszi az ütést, és ennek az egyensúlyban tartása bizonyos szempontból a kettő a bűvös rengetegben című játék lényege. Ennek van egy előző része a, 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 bűvös rengetegben című játék, amely ugyanúgy ketten játszható, de nem kooperatív, és van többen játszható ütésűvös kooperatív játék, az a The Crew, ami viszont nem működik jól ketten, ezért sajnos nem volt helyen a zseniális játéknak ezen a listán. A ketten a bűvös rengetegben viszont annál inkább nagyon szép arculattal dolgozunk kifejezetten egymás kezét megfogós és egyensúlyban tartós játék. Ez a játék nagyon nehéz nekünk. Nagyon. Olyan érdekes, hogy a Fedőnevek az egyik legismertebb klasszikus, mostanában a modern társas játékok között. Mondható, igen. Nagyon sok embernek megvan, rengetegen játszanak vele, és a négy szem közt variánsát mégis kevesen ismerik, pedig ketten tökéletesen játszható. És hát azt kell mondjam, hogy mocsok nehéz játék. Na, mi nagyon-nagyon sokszor bebukjuk, annak ellenére, hogy azért azt mondjuk, hogy már gyakorlottabbak vagyunk a fedőnevek világában, de aki kihívást keres egy kétfős uh -huh. játékban, annak én a fedőnevek négy szem azért is nagyon ajánlom, mert folyamatos fejlődést biztosít egy párnak, hogy a másik gondolataira hogyan hangul úgy rá, és hát nagyon nehéz helyzetek adódnak abból, hogyha nem tudsz összekapcsolni két egymástól teljesen távol lévő szót, nem könnyű feladat. Asszociációs játékról van szó, mely számomra a négy szemköz változatában level a parti játékot, sokkal komolyabbnak biztos. érzem. Alapból a fedőnevek egy négy főtől jól induló társas játék minimum négyen játszanám a fedőneveket. Azt is játszható, az a változat is játszható ketten, mm. nekem egy gyakorló játéknak tűnik, ebben vannak olyan mechanizmus variánsok, olyan kis csavarások, amik igazán izgalmassá teszik. Például, hogy van Más lát a másik megint, tehát mind a ketten egy bizonyos kis rendszert nézünk, és egy csomószor kell arra tippeljük, ami nálam fekete, van közös fekete, van, ami nálam semleges, a másiknál viszont fekete, nagyon sokszor buktuk be, nagyon nehéz viszont, amikor eredményre jutunk, az fantasztikus közös siker. Igen. Nagyon sok játék van, amit megemlíthettünk volna ezen a listán, mert nagyon számunkra favorizált kooperatív játék a Pandemic de csak ezek játszhatóak többen is. Úgyhogy elképzelhető, hogy ennek a videónak lesz majd egy folytatása, amiben beszélünk majd újabb olyan játékokról, amik játszhatóak többen, viszont nekünk ketten legjobban tetszik. De addig is a Fedőnevek Négy szem köztet mindenképpen ajánljuk, elsősorban a Fedőnevek rajongóinak, akik szeretnek párban segítve egymást megharcolni a lehetetlennel. Hatalmas játszhatósága van emellett, a, végtalan, mert 400 szó van benne, és azoknak az együttállása adja azt a pályát, amiben teljesítenünk kell, és az, hogy melyik szó, melyik szóval az... hogyan párosítható, hát rengeteg parti van benne. Hajre, hajre. És végül, de nem utolsó sorban, az Unimaged. Most mi a piroské és a Beowulf ö, verziót hoztuk el, hogy az alap Unimaged doboz, az négyen is játszható. Mm -hmm. Mm -hmm igen. Mi viszont ketten szeretünk az unmatch de játszani, valamiért ezt ugye, egy, párbajjátéknak játéknak érezzük, és elhozhattuk volna másik verzióját is. A, a, másik változat a Robin Hood és a Bigfoot, ez illetve a piroskő és a Beowulf, ami csak ketten játszható, de hogyha nagy doboz, nagy doboz, van meg az árny és köd, valamint az első felvonás a legendák ligájából, akkor is elsősorban két főre ajánljuk, de úgy, hogyha minden megvan, akkor 12 karakter közül tudtok választani. Wow, elképesztő szabadságot élvezve így, különféle Terepeken. Számunkra egy igazán nagy meglepetés ez a játék, mert mi kifejezetten kerüljük az ilyen nyílt konfliktus helyzeteket. Itt az egyetlen győzelmi feltétel lehet, hogy le kell gyakni a másikat. A másik hősét érdekel készíteni, és ezen a listán megemlíthettük, a, a, megemlíthettük volna a Wars War című játékot, mely ugyancsak kifejezetten arra megy, a kettő dimenzióban való mozgáson keresztül, hogy a másik hősét szépen daráljuk. A Summoner Wars is zseniális játék, mindenképpen ajánljuk kipróbálásra, illetve számunkra most nagyon kedves az ms de a minik, meg az arcolat, a hangulat jogán, olyan stílusa van, hogy lenyűgöző. Igen, akik most ismerkednek a modern társasjátékos műfaj talán udonság lehet ez a most már számunkra meglehetősen alapállításnak tűnő felfedezés, hogy nagyon jó ketten társas játékozni. Sokan, akik azt gondolják, hogy igazából kétfős társasjáték a malom meg a sak és igazából ennyi, is társas többen kell, újdonság lehet persze szerintem nagyon fontos, hogy kifejezetten két főre is készülnek fantasztikus társasjátékok. És nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy neked, nektek mik a kedvenceitek. Mi ebben a listában is most megemlítettünk jó párat, többet mint hetet, és elhatároztuk, hogy készítünk majd folytatást is ehhez a videóhoz, de mindenképpen beszélgetésre hívnánk benneteket odalent a komment szekcióban. Én azt gondolom, hogy egy pár Kapcsolatnak, vagy egy baráti ö, kapcsolatnak, akár egy szülő-gyermek kapcsolatnak is uh -huh. tök jó építőköve lehet az, hogyha ketten, one-on-one-ban társasozunk egymással, és a másikat jobban megismerve, és az ő gondolataira ráhangolódva játszunk vele. Szerintem egy különleges élmény, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy sok kétfős játék jelenik meg Jó, magyarul. Is, Most is. ezen a listán mutatunk olyanokat is, ami még nem jelent meg magyarul, ettől függetlenül reméljük, hogy azért, hogyha szeretnétek, ki tudjátok őket próbálni valamerre, és kérlek írjátok meg a véleményeteket, hogy nektek mi még kedvenc kétfős játékotok, inspiráljuk egymást játékra. Bízunk benne, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha igen, akkor kérlek dugjatok egy lájkot, és esetleg egy megosztást, hogy minél többek eljusson ez a társas játékos tartalom. További jó játékot kívánunk nektek, ne felejtsetek el pihenni ebben az őszi téli nagyhajtásban. Bízunk benne, hogy hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot. Sziasztok! Sziasztok!